Aladics Tibor vállalkozótól, aki gyakorlatilag maga is mezőgazdasági termelő. Azt kérdezem, hogy itt a ludasi határban jelenleg mi a helyzet, tehát mekkora mértékű a csapadékhiány, és milyen állapotban vannak a földek? Sajnos nagyon nagy mértékű a csapadékhiány, úgy mértük fel a terepen. Én is, hála Istennek, a húsvét előtti napokban elvetettem úgy a napraforgót is, meg a kukoricát is. Megpróbáltuk azt a kis nedvességet kihasználni, ami még ott a múltkori esőzések által keletkezett. Akik időben lezárták az őszi szántásokat, én szerintem ott még volt egy kicsike kis nedvesség, de hát ez most ezekkel a nagy bőti szelekkel, és most a mai napon is ez a viharos szél, hát ez biztos, hogy kegyetlenül kiszárítja a földeket. Én azt hallottam, ugye ezt tudományosan kell alátámasztani, hogy legalább ilyen 200 liter hiányzik, ami nagyon sok. Én csak úgy nap mint nap, amikor jövök itt Ludason, ez a Kistó mellett, akkor látom, hogy mekkora úgy megmaradt a part szélén a vízszintnek az állása, és akkor, ahogy apad benne a víz, akkor mindig lejjebb és lejjebb kerül a vízszint. Ott szembesülök azzal a képpel, ami egy az egyben megmutatja azt, hogy igenis komoly mennyiségű vízhiány van. A szántóföldek öntözése itt Észak-Bácskában szinte egyáltalán nem megoldott. Egyre több ember próbálkozik, és hát olyan kezdeti fázisában van, aki már megoldotta ezt a kérdést. Ami egy újabb kérdés, hogy megéri-e öntözni a szántóföldi vetéseket, hiszen az árviszonylatot nézve, hát nem biztos, hogy ha az ember papírra vet mindent, hogy akkor pozitívba megy a mérlegnyelve. Amit én nagyon várok és nagyon szeretnék, hogy most itt az előrejelzéseket, éppen ahogy néztük tegnap, hát most állítólag egy pár napon belül itten komoly esőzések kellene, hogy érkezzenek, de hát valahogy itt ezt a mi térségünket, én nem tudom miért, de valahogy mindig elkerüli. A múltkori esőzések is komoly előrejelzések voltak, de mégiscsak arra Újvidék, Zombor környéke kapott komolyabb csapadékot, valahogy itt mindig minket kihagy. Hát többet kellene fohászkodnunk, vagy nem tudom. De mégiscsak azt mondom, hogy ha megerednének úgy igazából az égcsatornái, akkor azért nagyban előre segítene bennünket a dolog. A keddi napon az északbácskai homokvidék is kapott egy kevéske csapadékot. Ennek ellenére továbbra is nagyon nagy méreteket öltött, és nagy gondot okoz a szárasság a gyümölcsösökben. Ábrám Sándor gyümölcs termelőt kérdezem itt Hajdújáráson. Mi a helyzet a gyümölcsösökben? Nagyon nagy bajban vagyunk, nagyon kellene nekünk a csapadék. A virágok és a gyümölcs kezdemények azok jóformán megrekedtek a kezdeti stádiumban, tehát vagy öntöznünk kell, aki teheti, az öntöz is már jelenleg, én is sokak között. Addig, ameddig a kutakban van víz, addig nem lesz nagyobb probléma, de ezt nem tudjuk pontosan, hogy meddig fog tartani. Úgyhogy a gond az igen nagy. Félő, hogy esetleg nagyobb szárasság esetén a kutak is esetleg elapadnak? Arra gondolok, hogy valószínű, hogy ezek a 40 méteres kutak bajban lehetnek hamarosan. Nem most mindjárt gondoltam, hanem arra az augusztus környékire, és nagyon sok termelőnek ezen a vízszinten vannak a kutyaik, ez a 45 méter hajdújárás is környéke, bízunk benne, hogy nem fog elapadni. Milyen fajta öntözést alkalmaznak, csöpögtető rendszer vagy? Hát ezeken a kisebb kutakon csöpögtető rendszerrel dolgozunk, a mélyebb kutakon pedig tifonokkal. A tifon abból a szempontból jobb, hogy több vizet juttat ki a fákra, és fölülről is tudjuk locsolni őket, ami nagyon jó. Viszont a csöpögtető lassan csöpögtet, és nagyobb, mélyebben elásztatja a fának a gyökeréig. Jelen pillanatban a gyümölcsfák virágai mit mutatnak, illetve a gyümölcskezdemények, tehát lehet jó termésre számítani, vagy mi a helyzet? Ezt még sajnos egyelőre nem tudjuk pontosan megállapítani. Mivel hogy a királyvirág lefagyott a környéken, és ugye nagyobbik területeken is, meglátjuk, hogy ezek a mellékvirágok mennyire fogják átvenni a királyvirágnak a helyét a fákon. Bízunk benne, hogy nem lesz rossz termésünk. A tavalyihoz viszonyítva, ha fele lesz, akkor is nagyon meg leszünk elégedve,
hozzá kell tennem, hogy a tavalyi év az majdnem sok is volt. Tehát kevesebb munkával, magasabb árral, kevesebb terméssel talán előrébb tudnánk jutni a jövőben. Kajsz és őszi barack is lesz? A kajszi barack konkrétan hajdújáráson az lesz. Az őszi barack nálam az megfagyott. Most én a többieket nem tudom, nekem nagyon kevés őszi barackom van, viszont sárga barack az bőségesen lesz. Jelenleg így áll a helyzet. Kovács Eszter királyhalmi gyümölcstermelőtől kérdezem. Hát gyakorlatilag most ugye a keddi napon esett egy kevéske csapadék, de viharos erejű szél is fújt. Ez gyakorlatilag még tovább, még jobban kiszárította a földet, illetve a homokot is. Elengedhetetlenül szükséges az öntözés. Mi az, amit most leginkább locsolnak itt a királyhalmi gyümölcsösökben? Hát most a mink jelenleg most a földi epret muszáj, mert annyira kiszáradt, hogy nem megy semmire. Még az újonnan ütetett megyfákat, amit most frissen ütettünk, azokat locsoltuk be, hát a gyümölcsfákat még nem locsoljuk, meg hát még a veteményes, a fóliát azt igen, fólia alatt locsolunk, de más nem. Miért fontos a földépernek az öntözése? Tehát gyakorlatilag milyen állapotban van a földéper, és hogy viseli a szárazságot? Hát nagyon nehezen viselte, még nem műtrágyáztuk, mert egy kicsit tápot kapott, és utána nekiálltunk, ráraktuk ezeket a linkákat, ezeket a kis mikrofejeseket, és az mostan megdobta. Tele van virága, hát meg jön a fődieper is, nő rajta, csak hát nagyon észreveszi ezt a nagy szárazságot. De ez azt jelenti, hogy öntözéssel akkor szép termés várható majd fődieperben? Hát igen, úgy néz ki, mert szép virágos, csak majd meglássuk a továbbit, hogy most mi lesz vele. A megyfákat, a megyfa csemetéket az idén telepítették, és miért fontos, hogy most gyakorlatilag napi szinten öntözik? Nem. Olyan két hetenként mennek végig, akkor olyan 20-20 liter körülbelül annyi megy egy tőhöz, és most már virágosak, meg szépek is, az attól függetlenül, hogy az idén lett, na nem lesz rajta azért termés, csak hát megmutassa, de szépek. És hogyha nem öntöznénk, akkor kiszáradna biztos. Mennyi esőre, mennyi csapadékra lenne szükség? Nagyon sokra. Most itt homokon, hát nem baj volna, hogyha megállna egy kicsit úgy a homok tetején a víz, hogy leszívódjon, mert itten, hát a kertet locsoljuk, hát itt is végigmegyünk a locsolóval, meddig tart, sem eddig már ki is ez a szél, pláne ami ma jött, hát ez brutális, ami pici első, hát ez csak éppen egy kis harmat, ami volt ez az eső, ez semmit nem ér.